Na, és itt is vagyunk a második Best of 3 meccsünknél, ahol Amphionon felül kezd. Zerg játékosunk, Zerko. Így ellenfele a fiatal magyar Terra játékos, aki GG-ket spréz már itt, nem más, mint Alpha Fire. A sound valamiért nem játszódott le megint, múltkor megfixáltam, nem tudom, hogy ez miért történik folyamat. Sorry. Na, két játékosról, hogy beszéljünk egy kicsit, ugye Alpha Fire HP-s Team League-ben mutatkozott be, egyik newcomer volt azon a versenyen, szerintem elég impresszív játékos volt, főleg TVZ-ben, több ilyen BC-s build-es volt, nagyon fun meccseket játszott, és Mauzi meg Bali ellen már két meccs, ami nagyon emlékezetes volt. Körülbelül 3500 MMR játékos, 3500-3600 MMR, és ugye édesapjával együtt indult azon a versenyen, Hunyadival. Míg ugye Cerkov pedig, hát egy tényleg egy régebbi motoros zerg játékos, aki amikor gyakorol, most amúgy bevallottan is gyakorol, mostanában is ilyen 4400-4500 MMR-en is van, tehát jóval magasabb MMR-en, mint Alpha Fire. Szóval amikor a divíziókat kiosztottam, akkor kicsit leesett MMR-be, és pont lemaradt az A divízióról. Ugye B divízióban a legmagasabb MMR játékos jelenleg. Szóval itt azért ő a favorit, azt kell, hogy mondjam ebben a meccsben. Viszont kíváncsi leszek, hogy a Fire mit tud alkotni ellen, esetleg egy-egy megbuild-el, amivel nagyon ügyesen játszott a Team League-en, zergek ellen. Úgyhogy meglátjuk. És egyelőre Reaper Fast Expand-del kezd. Itt van Amphion egy Reaper Jump Spot, kicsit lerövidül ezáltal a pálya. A mapokat nagyjából azért már megismerhettük a Team League alatt. Úgyhogy annyira nem fogok róluk beszélni, most már ezek kim vannak egy jó hónapja. Nem fogok hazudni, ez az egyik olyan map, ami nem a szívem csücske személy szerint, de úgy tűnik most azért bekerült mégis. Uff, Cerkov majdnem le tudta szedni ezt a Reaper-t. Néhány HP-val tudott elmenekülni a Fire. Akitől jön egy Factory és egy Reaktor, szóval valószínűleg Hellion-nal fog ismételten kezdeni. Ó, és ez egy 3 CC build lesz. Itt van a harmadik CC szépen nála. Cerkov pedig gyors lert fog venni. Lehet, hogy valamilyen Roach Bustot akar tolni. Meglátjuk, hogy mi lesz itt a terve. 3 CC, oké, Ibra az 3 CC van, azt látjuk. Jók is ezek a 3 CC build-ek, ám. Ja, akkor Terrant nézek általában az egyik. Hát ja, ugye makroorientált is azért. Feltétlen mindig vagyok híve egy-két Bézolineknek. Nem rossz, hogyha azokat is tudod csinálni Terranként. Ja, ezt szerep szépen látja is, hogy itt a harmadik CC. Úgyhogy ez így ilyen makrosabb build lesz itt a Fire-től. Jön a Starport is, hogy meglátjuk, hogy megre fog-e menni, vagy biozni fog, ő azért elég sokat szokta switchelgetni. Ugye azért is szoktuk Alpha Hónak hívni. Néha. Néhány link itt Cerkovtól, aki egy nagyon gyors Spire-t vesz, úgyhogy erre volt a gyors ler, pontosabban. Láthatjuk is a gázokat, jön a harmadik gáz is már. Úgyhogy ez egy nagyon gyors mutaplay lesz itt. És jön egy Roach Warren is, szépen falazni. Úgyhogy Cerkovnak az a gyakorlatilag terve, hogy gyorsan megöli két base mutával Alpha Fire-t, ami lehet, hogy működni is fog. Ugye még csak a Hellion-ok jönnek egyelőre, mikor a Spire már félig kész van. Ugye a Fire-nak tudnia kell, hogy valami nem oké, és mivel 4.30-nál már benn van az Overseer. De egyelőre nem készül a mutaplayre még. A Fire, aki amúgy nagyon sokat játszott Hellion Banshee-t, és ugye most is jön a Banshee, illetve a Cloak. És abból Steam jön, tehát biozni szeretne. És lehet, hogy Cerkov erre emlékezett, és azért tolja ezt a buildet. Valószínűleg ez abszolút BO win Cerkovnak, úgyhogy
jönni fognak az első muták hamarosan. Zerkovtól, és jön egy harmadik base is. Mondjuk itt nem nagyon van semmi, két queenje van, nem sok minden, amit megvédeni, hogyha azok a Hellionok elindulnának. Kicsit kár is, hogy nem indultak el, nagyon sok a Hellion. Ki fognak érni a muták, mire be tud jönni a Fire. Szerintem ezt a falat be tudta volna ütni. Elég könnyedén. Még úgyis, hogy a Queen-ek hát most már ott vannak, még talán be tudná ezt ütni. A mutákat szépen hajdolja Zerkov, és egyelőre nem viszi át, nem egyelőre, de nem kicsit gondolkozik rajta, hogy na oké, most meglepjem az ellenfelemet a mutákkal, vagy pedig megvédjem a harmadikamat, és szerintem jól döntött, hogy inkább áthozta egy semmi. Lesz egy darab Marine van, kijön egy Banshee, és jönnek a Raxok. Van Engineering Bay, de nincsen töret. Ejjjjjjj, hát ez eléggé fájdalmas itt a fiatal Terran játékosunknak. Elveszti a összes építő SCV-t. Banshee-k átmennek a map másik oldalára, és nincs egyébként itt Spore, de... Ó, és a töretek se készülnek el, 13 SCV. Hát ez nagyon bejött, ez 6 darab mutat, tehát nem is az, hogy annyira nagyon-nagyon-nagyon sok investment a Zerkovtól. 11 SCV-ér, és rengeteg mining time kieső. És így dupla worker count-om van. Ezzel cerebb. Nézzük, hogy a Fire mennyi drone tud megölni, itt is lesz azért néhány. Overseer, nincs Queen. Itt a workereket tudná szépen leszedni a Natunál. Ugye lesz Overseer mindjárt, és készül. Úgyhogy ez nem olyan nagyon sok, de így most próbálni kéne lefókuszolni szerintem, amennyit csak tud, de nem. Megmenti őket. Ja, mert közben középen van egy fight. Odaról csak megölték a Hellionokat. És itt hát nem sok minden maradt a Fire-nak, megpróbálja hazahozni azokat a Banshee-ket, de szépen levadásza őket Zerkov. És itt a falat betöri Zerkov, akkor szerintem vége is a game-nek. Jönnek hatosávon Marine-ok, de hát ez négy kör kijön, akkor sem elég ezek ellen, volt csak ellen. Szín van már, de meg nincs is olyan semmi a G-n. Úgyhogy Zerkov elhozza az első meccset ezzel. A két base muta a build-el. És akkor megyünk is a második gamingbe, ami Golden Aurán lesz. Igen, szerintem is tényleg jó mód volt, hogy nem mutatta a mutát. Ugye megmentette volna elég könnyen a harmadik base-ét vele, de inkább damage-re ment, ami abszolút jó döntés, mert gyakorlatilag elkészül egy-egy töret a base-eken, mire leszedi a Hellionokat, és csak akkor megy ugyanúgy tovább a game, sőt még talán hátrányban is van a 3 CC build miatt. Na és Golden Aura lesz a következő mapunk. Reméljük ez egy kicsit hosszabb meccs lesz, az első pár game az nem volt olyan nagyon hosszú. És hát az alul kezd a sárga színű zerg játékosunk, Zerkov. Még ellenfele nem más, Alpha Fire. Terran játékosunk. És hát meglátjuk, hogy hogy alakul most ez a meccs, mi lesz a Fire terve. Azt a BC-s build-jét nagyon szeretném látni egy magasabb szintű zerg játékos ellen is, hogy mit tud belőle kihozni. Ugye az előző game-ben biozni szeretett volna. Úgyhogy most én érzem a Mac-et az erőbe. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt a terve. Szerebb lerakja a Hatchery-t. Egyik semmi túlságosan meglepő dolog. Két játékostól nincs proxy, azért Alpha Fire nem nagyon szokott proxizni sem. Igen, az a BC build, ez brutál volt a Team League-ben. Talán
két legjobb meccs is az egész Team League-ben a BC buildek miatt volt. És hát így a, mondjuk a top 5 meccsből kettő az Alpha Fire-é volt, ezt tudni, inkább így mondanám. De sok jó game volt, úgyhogy meg ez csak az én. Csak az én szubjektív opinionom. Jön egy SCV Scout, és ugye itt le is fogja rakni a CC-t szépen Alpha Fire is. Ugye jön a pool. Jön az extractot Zerkovtól. Kicsit megnézném, hogy makrózik most Terran ellen is Zerkov. Egyébként elhintelte nekem, hogy, hogy Ordán játszott párat, és jó pár gémet nyert is. Úgyhogy elég jó formában van Zerkov. Szerintem azért jó esélye ebbe a B-ligába elég gyorsan fel fog jutni az A rájátszásba, és szerintem még az A rájátszásba is jó esélye van, hogy akár top 4 döntőig menjen, vagy meg is nyerje igazából, hogyha ilyen jó formában játszik. Reaper az hazajön, ami kicsit érdekes, miért jött haza az a Reaper. Látta a hatcherit, igazából ilyenkor át lehet menni, megpróbálni harassolni ezeket a lingeket. Egy kis damage, illetve ugye leszedni a creep tumort is. Ez egy standardabb game lesz itt Zerkovtól, mert nem van a harmadik hatchery. És ugye így át is küldheti a lingeket elég egyszerűen Zerkov harassolni ezt a Reapert. Ez sok mindent nem fog csinálni, talán mondjuk egy SCV. Nézzük itt a Crota játékosoktól. Szépen megmozdítja ezt az SCV-t, Alpha Fire, és túléli 10 HP-val az SCV, úgyhogy ez szép volt. Jön még két Ling itt Zerkovtól, szerintem ezzel már nagyon nem fog itt commitolni. Ha megpróbálja leszedni ezt az SCV-t, elég sneaky. Itt van másik, megpróbál bemenni, és azt se tud bemenni, úgyhogy ez itt elég jó nyitás Alpha Fire-től. Viszont Zerkov ugye látta, hogy megint jön a Reaper Hellion. Nem mint hogyha annyira ez meglepő lenne. Na, gratulálok sajt. PVT, PVZ, Winhouse, Milka, nem Milka azért ugye egy master játékos. Úgyhogy valószínűleg az off része sem rossz. Na és megint harmadik CC, megint Hellion Banshee, úgyhogy a Alpha Fire itt ragaszkodik egyelőre ahhoz, amit tud. Viszont Zerkov tetszik, hogy már jön az első spór, ugye most nincs gyors ler, úgyhogy inkább lerakja azokat a spórokat. És hát ugye látta a starportot, tehát itt lehet ugye, lehet helni a play. És ilyen dupla elvó és roach van rám. Úgy tűnik, hogy a Zerkov, nem, mostában nem csak ZVT-t láttam tőle, hogy őszinteljék, úgyhogy nem emlékeztem, hogy, hogy ő is szeret roachozni. Mini Freeman módon. És nem tudom, az a négy drón mit csinál, de... Ja, az csak misclick volt, oké, okay, hát van ilyen. De szépen felszaturált a 3 base Zerkov, és egy eléggé egészséges drón count különbsége van. És ugye jönnek megint a Hellionok, jönnek a Banshee-k. Egyébként ezt Off-Fire csinálhatná úgy is, hogy esetleg lerak néha egy Armorit, és megpróbál Hellbet pusholni azokkal a Banshee-kkel, szerintem az elég jól tud működni. Mondjuk nem feltétlenül úgy, hogyha roachozik az ellenfél, vagy ugye, hogyha már kim vannak a Bailing-ek. De ugye még nincsenek roachok, nagyon szépen drónozik Zerkov, viszont látja a move-outot, úgyhogy úgyhogy veszély is az első roachokat, így van, ezt akartam mondani, hogy ezt vártam tőle. Szép a creep is. Meg kell próbálni ezt takarítani valahogy mindenféleképpen a Fire-nek. Valószínűleg nincsen scan energy egyelőre. Már elég jó az a creep, úgyhogy valamit kezdeni kéne. Szép pin pozíció Zerkovtól. Vissza is húzza őket. Hát ez sok minden nem csinál egyelőre ezek a Hellionok. És Banshee-k még... Ja, itt van a Banshee. Na, ezek már kicsit többet. Már 4-5 drón, ez egész jó start. Ez egész jó, ezzel szép vissza is jött a Fire-up a game-ben. Most van egy nagyon szupi blokk.
ugye megint barakkok készülnek, tehát megint biofalu up lesz. Úgyhogy most a Game 2-ben sem láthatjuk a híres BC buildet. Néhány kriptumor is most ma volt scan. És hát azok a Hellionok eléggé afkolnak. Érdemes azért már velük aktívan játszani, megpróbálni creepet szedni. Mivel ugye később úgysem lesznek túl jók, tehát nem fognak sok mindent csinálni. Ja, megint csak, ha csak nem mondjuk Hellbetté alakítod őket, akkor már van armory, ami egyébként készül is. És akkor talán a lingek ellen tudsz valamennyire fightolni velük, de ugye a bérlingek elég jól szuperálnak azok ellen, a Hellbetek ellen. Terkovnál készül a 4. és az 5. base, és az egész Creed-in játszik. De megteheti, mert nincs túl sok pressure a Fire-től, aki most, ahogy kimondom, összeindul, és leszed egy jó nagy adag creepet. Egész standard amúgy ez a game, úgyhogy ez szerintem ilyen makrósabb lesz. Itt nincs olyan drónok egyelőre. Queen már jön befelni. Egy kriptumot le tudsz szedni azokkal a Banshee-kkel, a Fire is vissza van velük. Még rengeteg itt a Rax, hát ez éppen 8 Rax, ahogy kell, 3 base-ről, úgyhogy itt is extra 2 CC érkezik. Viszont gáz, még mindig csak 2 gázon van a Fire. Kicsit érdekes, hogy itt... Na és itt is vannak a Hellbetek. Tudom, ez egy Hellbet Marine Banshee push, ne? Nagyon kéne a medivek, illetve ugye, ha lenne elég gáz, akkor tank production-t is el tudta volna már kezdeni. De így nem olyan bulky ez az army igazából, főleg Roach ellen. Nagyon kellenek azok a tankok. De itt azért megpróbál pusholni a Fire. Jönnek a Ravagerek és jönnek a Roachok is. Próbálj egy kicsit stallolni a fightot itt még, mert még elkészülnek azok a Ravagerek. És most már vannak is pilok. Mi volt ez a push, vissza is kell vonni a Fire-nek. Szerintem jól is érzi, hogy itt nem lehet tovább komitolni mindig Roach ellen. Zerkov már fenn van ugye 70 drónon, 5 bézen, csak Fire is ugye már 4 bézen. Mindig nem jönnek azok az extra gázok tőle, úgyhogy nagyon heavy tank marine style lesz. Még a 2-2-t nem kezdte el viszont egyelőre Alpha Fire. Ami fontos lenne, mivel le lesz maradva upgrade-ekben, úgyhogy Cerkotnál mindjárt kész a 2-2, és jön a Hive is már tőle. Felszaturáltam már teljesen ezt a 4. base-t. És most már megy a Goldra és a Drone. Nincs feltétlen vége a meccsnek, de ez a Mass Marine, ez nem túl jó. Mass Roach ellen. Kéne, hát ja, nagyon kéne tank, illetve kéne Marauder is, amik most már azért jönnek is, de csak egyesével, ugye minden Raxon itt reaktor van, ha megnézzük. Kivétel egyet. De ezeknek itt mindenféleképp tekleves Raxoknak kell lenniük. Ugye Ghost Productionhez is kell majd, és itt már a teklevők is jönnek. Menüveket túlórázni fognak, hát elég rendesen igazából. Két Banshee megint clear egy kis creepet, még mindig azt kell mondani, hogy nagyon szép a creep Cerkovtól. Nem nagyon tud pusholni ezzel Alpha Fire. Nem olyan jó az armia hozzá, hogy ezzel pusholjon. Nagyon kéne néhány medivek, megpróbálni kicsit droppolgatni, meg kicsit eldobni egy-két marint. És már ugye jönnek a tankok is, illetve néhány ghost is. És itt lesz egy base trade-i szituáció, Cerkov megindult ezekkel a rócsokkal. És itt 2-2 vs 1-1, és ugye 3-3 vs 2-2 is lesz, tehát itt elég sokáig lesz Cerkov upgrade-ben. Viszont egy hatalmas Simit, rengeteg marin. És Cerkovnak ugye el kellett menekülni, mivel felszígyeltek a tankok. Igazán jó head-on fightolni ezzel, amúgy lehet néhány bailing is jó lenne az armiba. Ennyi marin gyakorlatilag lehetetlen spritálni, még hogy maru is vagy. Nem nagyon akasztó Banshee-t, az a jó, ha sokáig élnek. Ja, nem hiszem, hogy olyan jó több Banshee-t hozni.
Már elég sok Viper is van Zarkovnál, akinél most már jön a Hydra Dem, illetve ugye a Spire is, tehát valószínűleg át fogunk menni esetleg Broodlordra, jó esélye szerintem Lurkerre először. Saját marinjait elít már a Fire, hogy tudjanak jönni a medivekek. Ú, és közben jön egy atak ide, és ez le is esik az a PF itt. És ez hatalmas inkább kiesés. Alpha Fire-től. Nézzük, van egy Binding Cloud, amiben belehúzza a Bio-t. A Fire jön még egy Binding Cloud, ez kicsit talán a rócsukat is takarta. És megnyeri végül is ezt a fight-ot Alpha Fire. És a Viper-eket is ki tudja snipe-olni. És ez nem is volt olyan rossz, de ugye most gyakorlatilag Zarkovnak be kellett töletni ezt az armiát, hogy tudja hozni a Hydrákat. Mondjuk a rócsokat is visszahozza. Biztos, hogy lesznek a lurkerek, érkezik már a lurkerden is. Közben a fire push, és lehet, hogy még időbe, ha időbe ideér, lehet, hogy le tudja szedni ezt a base, csak mondjuk creepet is kell ölni előtte, és most visszajöttek a rócsok, visszajöttek a Hydrák. És nézzük, hogy jön 10-11 lurker. Nézzük, a tankok fel tudnak-e siege-elni, így van, felsiege-elnek. Alulról is jönnek a unitok, ez itt egész jó alpha fire-nek. Nézzük, hogy tud-e fight-olni, mielőtt elkészülnek a lurkerek. Lesz egy csomó lurkert alpha fire. És leszedi azt a base-t is, úgyhogy ez itt elég jó volt. 5 lurker készül el. Most már a medivek count is egész jó. Kicsit a ghost count lehetne még magasabb, de ugye most már azért jönnek 4-esével azokból a legnebes rakszokból. És lurkernek még az upgrade-je kész sincs, illetve a Hydra-é sem egyelőre. Lehet, hogy tudna tovább pusholni egyébként. A Fire is valószínű, hogy Zarkov azért is próbál még itt counterelni, hogy hazahozza azt az armit, és ez nagyon szép. Nagyon szép move, gyakorlatilag egyből vissza is viszi Zarkov, és ezzel nyert annyi időt, hogy tud morfolni extra lurkereket, és ki tudott hozni ismételten limit armit. Úgyhogy ez jó move volt. Ez a gold is eléggé problémás, ez fontos lenne, hogy a Fire felfedezze. Zarkov, előre Broodlord még ugye nincs, ennyi Marine ellen, illetve ugye egész sok Ghost ellen nem is akar még valószínűleg egyelőre. Na itt egy fight, rolnak a lurkerek, szépen leszedi a tankokat itt Zarkov is érzi is, hogy itt ez talán nem tudja megvédeni. A Steambio gyorsan lefutott, lesznipolt ezt a hatcherit, és pedig vissza haza tud menni. És most már libek jönnek egyébként a Fire részéről. Egész sok már a Ghost is. És az a Tank Lib Marauder az nem rossz kompozíció. Kicsit el kéne dobni szerintem a marinokat, ugye megint limiten van. És megnézzük a unitjait, 50 marinja van az armiban. Azokat el kéne dobni, hogy tudjon effektívebben fightolni most már itt a late game Zerg armival. Közben Zarkov visszarakja a pénzeket szépen, a goldot is visszarakta. És egész jó banka is van már, ugye 3-3-on is van. További upgrade-ek nem jönnek, tehát melee upgrade-ek nem jönnek, úgyhogy lehet, hogy ultra nincs ebben a gameben tervben. Tűnik. Kicsit visszapróbálja rakni a creepet is itt Zarkov, és megpróbál pusholni elég sok Viper is. Bot Viper. Gyönyörű MP azokon a Viperekben. És jön egy-két snipe is, kifutnak nagyjából range-be azok a lurkerek. Egy buró. A snipe-ok, szép snipe-ok azokon a lurkereken. Közben szép atalkott a rócsokkal, és a main-re is befogott Zarkov. Kicsit azért ilyen káosz szituáció. Jöttek a libek, úgyhogy el kell menekülni azok a lurkereknek. Közben rócsok mindenhol gyakorlatilag. Úgyhogy itt a folyamatos utánpótlást, a production nyitletedi a Fire-nek Zarkov. Ez tökéletes use azokra a rócsokra, amik szintén nem sokat érnek már ilyen late game.
általában. És ezzel vissza is kell húznia megint csak az egész armiát a Fire-nek. Kíváncsi vagyok, hogy Zerkov mivel fogja azokat a rócsokat alakítani, mit fog újra venni. Viperek rengeteg, ez Moss Hydra van gyakorlatilag. Lehet, hogy most már tényleg kéne Bailing egyébként. Az ugye rengeteg Ghost ellen elég jó a Hydra Bailing. Mondjuk mondanám, hogy rengeteg Ghost, sok Ghost is van, de még több Marine, úgyhogy a Lurker meg még jobb. És ilyen nehéz megmondani, hogy ez ellen mit hozzá. Elég érdekes a late game Terran Army kompozíció. Nem feltétlen szörnyű, mert sok a Ghost. Egész sok a medivek is. Ja. Még libeket, illetve tankokat hiányolok inkább. Újt viszont scan nélkül kaptott néhány Ghost. Van cloak? Nincs cloak egyelőre. Csak a 3-3 is csak most fog elkészülni, közben Zerkovit bejön a lurkerekkel. És nagyon szépen counter-attack-ol Zerkovit a game-ben. Itt is 3 lurker, ez ilyen BV-like move, hogy pushol a lurkerekkel. És ebből lesz egy ilyen base race szituáció? Itt Zerkov megöli ezeket a base-eket, oké. Okay. Otthon semmilyen nincs, úgyhogy... Van már 5 lib is egyébként. Elég sok medivek energy, szóval itt azért sokat stimelhet is majd. Alpha Fire. És itt hazajön néhány lurker, itt van még egy healthy base. És mindenhol action van, úgyhogy nem nagyon tudom mit nézzek. Leesik a zergmény, leesik a hive. Meg fog halni a Hydra Den lurker, de minden. Az nagyon szép, hogy gyorsan visszaépített a Zerkov ezt ide. És tud morfolni a lurkereket, nem kell ugye visszavenni a lert, csak többi. Oké, tehát Alpha Fire itt halott. Itt van egy PF, ami ki fog lőni egy lurkert. Még egy lurker talán. Nem, ez megmenekül. És itt a Spire is meghal. Oké, tehát Zerkov ezt a base-t fogja védeni, ez egész fresh, még elég sok minerál van benne. Itt is van egy base, és ugye a gold is ott van, aminél van 3 lurker. Viszont van még command center? Ó, oh, egy CC van csak. Vagyis egy orbital command van már csak. Oké. Okay. Tehát azt az orbitát kell használni, így van, lendeli is a Fire Riot. Hogy szkenelje a lurkereket, és közben be fogja tudni itt ütni ezt a két PF-et, szerintem mindenféleképpen cerkfezze az armival. Valószínűleg el fogja veszteni ezt a goldot. Van nagyon szép a Blinding Cloud. Egy PCC, vagyis na, PF halott. Gyakorlatilag nem vesztett itt semmit. Zerkov. Íj, ez nagyon fájt, azok a libek. És... Ja, tehát ez itt meghal ez a base. Oké. Okay. Zerkovnak még itt ez a base. Van is elég sok pénz a Zerkovnak. Két base-en van, jön egy harmadik. Ezt próbál megnézni, hogy ki áll jobban, de szerintem... Zerkov jobban áll, és egy head-on 5-ben is talán jobb az armia. A CC visszarepült, az orbital visszarepült ide. Ja, ez egy utolsó fight lesz, ahol szerintem el fog dőlni. Meg fog próbálni ide Alpha Fire-be pusholni, és vagy nyer, vagy nem. Nézzük. Megnyomja a Steam-et. Még nincsenek felszígyelve egyelőre, és ott vannak a lurkerek. Lurker hitek ott, és alul is van 3 lurker. És itt meg kell polnia kellett a Fire-nek. Ja, ezzel most már biztosan mondhatom, hogy Zerkov jobban áll. És nagyon szép. Parazitik bombok, jó pár medivek meg is halt. Szerintem tele medivek is volt.
Az a küldeni a libeket. Ja, lehet az kellett volna, csak a production megmaradt talán. Meg mondjuk a CC-t fönt, esetleg egy CC-t meg tudott volna még menteni. És akkor több szkennye van. Az armia nem volt feltétlen sokkal rosszabb. Hogyha jól használja a snipe-okat a lurkerekkel, akkor egész jó armia is van, azt kell, hogy mondjam. Na most már az egy Cerkov armia szerintem az izmosabb, combosabb. Ahol nagyon szép parazitik bombok is, most már összes merivek meg lassan halni. És ugye ezzel már nincsen endless team sem. Szép snipe-ok, nagyon szép blinding crowd. És ez itt elég. És jön is a GG. Fire-től. Ez egy elég fun kis meccs volt, ez a Game 2.